megkopó hagyományok, átalakuló húsvéti szokások. A tágabb közösség helyett egyre több család választja a pihenést, az üdülést húsvétkor. Mi áll a változások hátterében, hogyan mutathat utat a nagy hét csendje a húsvét öröme mindennapokban, világnézeti, vallási hovatartozástól függetlenül? Erre is keresi a választ Barna a következő beszélgetésben. Köszönöm szépen, és itt van velünk, így is mondhatom, hogy távkapcsolatban, igen, Hal Melinda, klinikai szakpszichológus, vezető kutató, a Matthias Corvinus kollégium kutatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, áldott ünnepet kívánok mindenkinek! Köszönjük szépen önnek is. Kezdjünk azzal, hogy egy idézet, hogy húsvéti történet utat mutathat a mindennapok nehézségeiben. Talán most folytatva az előző beszélgetést, amikor a háborús helyzet és a húsvét kapcsolatát néztük, ön szerint most itt milyen útmutatásról van szó? Nyilván én a pszichológiai értelmében, a tudományos értelmében tudok arról nyilatkozni, hogy az emberkép, az az egyetlen elfogadott emberkép, az biopszichoszociális és spirituális egységet hangsúlyoz. És ez azért is nagyon fontos, mert ezen négyes között nincsen hierarchia. Nagyon sok mindent hierarchikusan képzelünk el, az értékeket és nagyon sok egyéb részletes dolgot a pszichológiai funkciókban, az idegrendszerünkben. Ez az egyetlen dolog, amiben nincsen, és itt a spirituális rész az ebben az időszakban kifejezetten fontos. Ezt ugyanúgy kell ápolnunk a hagyományokkal, magával a spirituális érrészhez való kapcsolattal. Persze nagyon sok emberben ez magát a vallásosságot is jelenti, de a spiritualitás valami ennél még több, és az ehhez való kapcsolódás lesz az egyik alapja a négy közül, amely meg tudja teremteni a belső békét, és a társas támogatást, és a társakkal való békét, tehát a konfliktusoknak a megoldását is. Erre buzdítjuk tehát ilyenkor a klienseket is, és egyáltalán mindenkinek próbáljuk felhívni a figyelmét a hagyományápolásra. Hogyan látja, hogyan értelmezi ezt a gondolatsort, hogy ilyenkor húsvét alkalmával érdemes megállni egy kicsit, és tükröt mutat nekünk ez az ünnep, hogy kik is vagyunk, mik is vagyunk valójában. Kicsit elgondolkodunk, mert ha csak a rohanó világban rohanunk mi is, esetleg haragot is tartunk másokkal, nem is tudjuk megélni a jelent. Az elcsendesedés, az elmélyülés és az önismeret az egy nagyon fontos tényező a mai világban. Éppen azért, mert ahogyan az előző beszélgetésben is elhangzott, nagyon sok a konfliktus, nagyon sok a válsághelyzet. Gyakorlatilag polikrízist vagy multiválságokat élünk meg a lelki értelemben is. Ehhez azonban stabilitás kell, megküzdés. A stabilitásra tudunk majd egyedül megküzdési technikákat építeni. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy az önismeret által egyfajta stabilitást tudjunk elérni saját magunkban. Hogyha ezt el tudjuk érni, akkor már tanulhatunk mindenféle megküzdési stratégiát, alapvető pszichológiai technikát, tudományos és egyéb kérdésekben kereshetjük a választ, tehát tovább léphetünk az önmegvalósítás útjára. A mai világban én ezt látom a legnagyobb gondnak, hogy elfelejtünk befelé figyelni, túl sokat figyelünk a környezeti tényezőkre, túl sokat figyelünk azokra az ingerekre, amelyek zavaróak lehetnek, és persze van egyfajta negativizmus is, tehát minthogyha sokkal jobban érzékelnénk, és sokkal érzékenyebbek lennénk azokra az ingerekre, amelyek negatívak. Az ünnep talán felhívja arra a figyelmet, hogy próbáljunk a pozitívumokra is, az erőforrásokra is koncentrálni. Ebben az egyik legfontosabb a társas támogatás, akár a család által, akár barátok, akár közösségek által. Az ünnep, én úgy gondolom, hogy egy jó lehetőség arra is, hogy az erőforrásokat megtaláljuk, vagy akár aktiváljuk ki, hol tart éppen ebben az önismereti munkában. Az a stabilitás, amit az előbb említett, nyilván embere válogatja, nem vagyunk egyformák, de mennyi ideig tartható fel? Nyilván ez megfügg a körülményektől is. Milyen segítség kell ahhoz, hogy ez a stabilitás, ha nem is egy állandó szinten, de mégis megmaradjon? A stabilitás esetén a legjobb tanács talán, vagy ajánlat, amit tudok mondani, hogy kizárólag akkor élhetjük meg, hogy a társas kapcsolatokban, dinamikákban gondolkodunk. Hogy meddig tartható fenn, látható, hogy valakinek akár egy egész életen át sikerül, valaki pedig a legapróbb, akár negatív élethelyzet során kizökken ebből, és persze valaki pedig ingázik a stabilitás és az instabilitás között. Én azt hiszem, hogy
ha van önismeret, ha törekszünk rá, akkor már egy óriásit lépünk afelé, hogy a lelki egészségünk meg tudjon történni, és hogy az ünnep az éppen arra lenne jó, hogy egy kicsit kilépjünk akár a munkavilágából. Nagyon azt látom a klienseken is, hogy folyamatosan dolgoznak, egyfolytában olyan tényezőkkel foglalkoznak, ami inkább a materiális világhoz kapcsolódik. Ez természetesen szükséges, de mégis úgy gondolom, hogy éppen ezekben a napokban lehet a spirituális érrésszel is foglalkozni, a lelki tényezőkkel, és ez fogja megteremteni összességében a stabilitást. Nagyon érdekes az, hogy ki milyen szinten képes ezt a stabilitást megtartani, mennyi ideig tudja megtartani, de mégis azt hiszem, hogy mindannyian, hogyha törekszünk rá, akkor már a stabilitás felé tettünk egy-egy lépést. Milyen érdekes, hogy ez nem csak a lelki békénket szolgálja, már az én gondolatmenetem szerint, bár én nem vagyok jogász, nem vagyok pszichológus, de ez a testi békénknek is nagyon sokat jelenthet. A testiekben is egyértelműen az erőforrás stabilizálás, ez egy nagyon fontos kérdés lesz. Úgyhogy én mindig azt hangsúlyozom, hogy testi, lelki, spirituális összhangban próbáljunk lenni, a szellemit se felejtsünk el, mindegyikből kell muníció, mindegyikből kell nekünk erőforrás. Azonban ezeket az erőforrásokat nem könnyű előhúzni csak úgy a kalapból. Tehát minden egyes nap törekednünk kellene arra, hogy tudjuk, mi az, ami számunkra erőforrás jelent, mi az, ami kivitele, mi az, ami beépíthető, és gyakorolni kell ezeknek az erőforrásoknak a megtalálását és előhúzását. Éppen ezért azt javaslom, hogy ne krízis helyzetben próbáljunk erőforrásokat előhúzni, hanem készüljünk rá arra, hogy történhet negatívabb esemény, történhet olyan esemény, ami instabillá próbál tenni minket, vagy akár el is érjük ezt az instabil szinten, úgyhogy mindenképpen egy folyamatos lelki ápolás, és persze a testünknek és ugyanaz az edzésmunka szükséges ahhoz, hogy ezeket az erőforrásokat megfelelően tudjuk aktivizálni. Itt végszóra, hogyan látja, hogy átalakultak a húsvéti szokások, nem tegnap előtt, hanem az elmúlt évtizedekben, századokban, amikor még ugye vízzel öntöztük a lányokat, komatál volt, átmentünk egymáshoz, beszélgettünk, most meg már úgy megyünk, hogy elmegyünk 4-5 napra a többség, már is akinek van kedve, igaz, ott meg együtt van a család, szóval hát önre bízom, hogy látja? Én ítéletet nem szeretnék alkotni, azt azonban elmondhatom, hogy valóban átalakulnak a szokások, de hogyha a gyökerek ott vannak, a hagyományoknak a gyökerei, akkor azt igenis lehet modernizálni, lehet a fiatalok számára is kecsegtetővé tenni. Szerintem nekünk ez az óriási feladatunk, hogy megpróbáljunk valamiféle összhangot teremteni. A modernitás, a tényleg ez a folyamatos inger szükséglet mellett, és bevonjuk mégis a gyökereket, a hagyományokat. Hozzá kell tennem, hogy a keresztény kulturális gyökerek úgy tűnik, hogy akár biológiailag átadódtak az elmúlt sok-sok száz évben, tehát nem kizárólag vallási témakörökről van szó. Amikor én a hagyományokról beszélek, akkor az összes hagyomány ugyanolyan fontos, és próbáljuk meg ápolni akár a családi hagyományokat. Arra az se lenne rossz egyébként, hogyha a szülők megkérdeznék a gyermekeiket, és új hagyományokat teremtenének. Ezzel lehet, hogy még inkább azt a spirituális és érrészt tudjuk edzeni a későbbiekre. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm.